A hazai listing, azaz adatbázis hirdetési piac 2008-as bevétele becslések szerint elérte a 3,5 milliárd forintot, ami nagyságrendileg megegyezik a jelenlegi magyarországi keresőmarketing büdzséjével, és sokszorosa például az e-mail marketingének. Nézzük, mit is jelent pontosan ez a hirdetési forma. Listázás tulajdonképpen egy nagyon egyszerű reklám megjelenítés termékekre vagy szolgáltatásokra. Listaszerűen elsősorban szövegi vagy kisképeket tartalmaz, egymás alatt, egymás mellett megjelennek különböző ajánlatok. Ezekre az jellemző, hogy általában nagyon releváns kontextusban jelennek meg, tehát egyáltalán nem tekinthető zavarónak a reklám, inkább informatívnak. Elsősorban katalógusszerű a megjelenítés, tehát egy adott témában egymás alatt jelennek meg az egyes tartalmak, de olyan is elképzelhető, hogy olvasunk egy cikket egy adott témában, és mellette releváns találatokként jelennek meg ezek a listázott hirdetések. A hirdetések tekintetében a keresés mellett a listing, ami nagyon komolyan fejlődött Magyarországon, sajnos még mindig elmaradunk a kelet-európai átlagtól is, tehát Magyarországra kevésbé jellemző még ez a hirdetési típus, de kétségtelen, hogy ez az egyik leghatékonyabb. Mi lehet az oka annak, hogy a többi országhoz képest Magyarországon eddig nem fejlődött annyira ez a hirdetési felület? De a hirdetők Magyarországon én úgy látom, hogy kicsit konzervatívabbak, az interneten is megjelenik ez a konzervatívizmus, tehát inkább képi világban gondolkodnak, az interneten más is működik, például a listing. Érdekes tapasztalat, hogy nem csak nagyon sokféle dolgot keresnek az emberek, a márkanevektől az általános kifejezéseken keresztül szinte minden előfordul, de nagyon mélyen is teszik ezt, tehát egy adott témában nagyon mélyre tudnak ásni keresésben, illetve a listing hirdetések is most már nagyon komoly témaválasztékhoz is kínálnak. És mik az előnyei az adatbázis hirdetésnek? Hová fejlődhet még tovább? Abszolút hatékony, nagyon komolyan mérhető. A listingnél kiemelném azt, hogy átkattintás alapra is helyezhető a listázások megjelenítése. Ez azt jelenti, hogy a hirdető csak azért fizet, azért a felhasználóért, akit el is juttatunk hozzá. Vannak olyan listing típusú megjelenítések, amelyek arra is képesek, hogy végig kövessék egy-egy vevőnek a tranzakcióit. Tehát akár úgy is lehet fizetni listing típusú hirdetésért, hogy csak azért a vevőért fizet, aki tényleg vevő és tényleg vett egy elkereskedelmi szájton egy adott terméket. Nagyon remélem, hogy még nagyon-nagyon az elején tartunk a listing típusú hirdetéseknek. Eleve Magyarországon az internetes költések nagyon alacsonyak az internet elérési szintjéhez képest. Tehát nem csak a hagyományos úgynevezett display hirdetésekben van még nagyon komoly növekedési potenciál, de kereső marketingben és listázás jellegű marketingben is óriásik a növekedési lehetőségek.